425. nap Tegnap sok hír érkezett délről. Itt az aporizsiai területen az ukrán hadműveletek fokozódása miatt az orosz erők is ide összpontosították figyelmüket, sőt megelőző hadműveletekbe kezdtek, hogy támadásra ösztönözzék az ukránokat. Közben azonban az ukránok feltűnés nélkül átkeltek a Dnipro folyón, és a keleti parton 20 km széles hídfőállást hoztak létre, megnyitva ezzel az utat szabotás és felderítő csoportok előtt, hogy az oroszok hátba támadásával segítsék elő a frontvonal összeomlását. Legutóbb arról számoltam be, hogy az ukránok az egész Orikhiv front mentén, különösen Kamianszke előtt, valamint Neszterjánkától keletre és nyugatra javították taktikai pozíciójukat. Azt is elmondtam, hogy a Huliapoliai front egyre aktívabbá vált a növekvő számú tüzérségi és légicsapások, valamint a mezők folyamatban lévő kiterjedt mentesítésének köszönhetően. A legfrissebb jelentések szerint az oroszok úgy döntöttek, hogy nem várják meg, amíg az ukránok megindítják offenzívájukat, és megelőző támadás sorozatot indítottak. Ennek eredményeként az orosz erőknek sikerült növelniük a hídfő állásuk területét Dorosnyánka és Marfopil előtt. A közelebbi pozíciók azt is lehetővé tették az oroszok számára, hogy célba vegyék az ukrán állásokat a Marfopil előtti meg nem nevezett településen. Ezeknek az akcióknak a fő célja, hogy ne adjanak elég időt az ukránoknak a felkészülésre, és arra kényszerítsék őket, hogy idő előtt támadjanak az ott koncentrált erőikkel. Orosz források jelentős csapatösszevonásokról adtak hírt, konkrétan akár tízezer katona bevetésével számolnak csak Huliapóle környékén. Az oroszok pontosan ugyanezt a taktikát alkalmazták a ellen ellentámadás során. Ekkor is látták az ukrán csapatok jelentős koncentrációját, de nem tudták, hogy az ukránok hol tervezik a fő támadás megindítását. Megpróbáltak egy offenzívát imitálni, hogy sietessék az események kimontakozását, bár ez nem segített. Ha már a Herson régióról beszélünk, az ukránok olyan mértékben növelték hídfőállásukat a Nyipró folyó keleti partján, hogy számos orosz forrás riadót fújt. Korábban az orosz erők továbbra is megszállva tartották és megfigyelő állásokat létesítettek a Nyipró folyó torkolatában lévő szigetek lakott területein. Az első összecsapások a szigetek ellenőrzéséért akkor kezdődtek, amikor az oroszok megtámadták a Karantnyi szigetre vezető hidat. Ez nem segített, mivel az ukránok fokozatosan kiszorították az oroszokat a Veliki Potyomkin szigetről. Rövidesen az ukránok a közeli, sok kikötőhelyen rendelkező sziget felett is megszerezték az ellenőrzést. A messze legfontosabb hír azonban az lett, hogy a régió egyik legnagyobb és legfontosabb szigetének, az úgynevezett Antonivszki szigetnek a lakónegyedében is ukránok vannak jelen. A folyó keleti partjának ilyen jelentős ellenőrzése nagy szabadságot ad az ukrán szabotázs és felderítő csoportoknak. Ez a 20 km széles hídfő már most is nehezen ellenőrizhető, így ha az ukránok ellenőrzést szereznek a fennmaradó lakott területek felett, és közelebb kerülnek a túlparthoz, akkor sok ukrán szabotáscsoport átsúszhat, melyek stratégiai objektumok, vasúti pályák és hidak megsemmisítésével segíthetik az ellentámadó hadművelet főszakaszát. Néhány nappal ezelőtt az ukránok a RIM-2-es ballisztikus rakétarendszerük harmadik tesztjét is végrehajtották. A célpont egy meg nem határozott objektum volt Kercs közelében. A rakétát lelőtték, de mindenki tudta, hogy ez csak egy teszt, és a valódi támadás egy masszív drón és rakétacsapás mögé bújtatva következne be. A legfontosabb tanulság, hogy az ukránok legalább három állást hoztak létre ballisztikus rakétáik indítására. Odesszát, Herszont és Zaporizsját. A csapások célpontjai kritikus földi kommunikációs vonalak közelében lévő objektumok, más esetekben például a Krími híd és kulcsfontosságú vasútállomások voltak. Az ukránok folytatták a drónok bevetését a Krim is. Tegnap két dróncsapást mértek az orosz fekete tengeri flottára Szevasztopolban. Katonai elemzők szerint ezeknek a kis csoportokban végrehajtott, látszólag hatástalan dróntámadásoknak az a fő célja, hogy folyamatosan képben legyenek és megértsék az orosz légvédelem jelenlegi helyzetét és képességeit. Ideális esetben az ukrán parancsnokoknak az orosz légvédelem sűrűségének csökkenését kellene tapasztalniuk, mivel az ukránok a közelmúltban jelentős lépéseket tettek annak érdekében, hogy az oroszokat légvédelmük nagyobb területen történő szétszórására kényszerítsék. Tegnap például az ukránok dróntámadással sikeresen megsemmisítettek egy orosz olajraktárat a Luhanszki régióban. Orosz források arról is beszámoltak, hogy tegnap legalább három ukrán drón elérte Moszkvát. Érdekes módon nem lelőtték őket, csak elfogyott az üzemanyaguk. Az orosz hadsereg erre ideiglenesen lezárta az eget a Moszkva környéki katonai bázisok felett. Az oroszok már elkezdték a légvédelem áttelepítését a frontról, hogy megvédjék a Moszkva feletti légteret. Az ilyen drón támadások célja, hogy ezeket az áttelepítéseket tovább folytassák az Áporizsia és a Krím rovására. Orosz elemzők arra figyelmeztetnek, hogy amint az ukránok készen állnak az ellentámadás fő fázisának elindítására, drónrajukat fognak küldeni, hogy legyőzzék az orosz légvédelmet a térségben. Amint a légvédelem kimerül, kiterjedt HIMARS csapásokat fognak végrehajtani, és RIM 2-es balisztikus rakétákkal fogják az orosz utánpótlást kiiktatni, pont akkor, amikor a legnagyobb szükségük lesz rá. Amennyiben hasznosnak találtad a jelentésben elhangzottakat, segíts egy lájkal, Iratkozz fel a csatornára a jobb oldalon látható zászlóra kattintva, vagy csatlakoz a támogatói klubhoz különféle előnyökért. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő jelentésben.